hogy megszólalt ez a harangozó. Ezelőtt egy hónappal, mi volt van egy érkeva, ezután egy 2-3 perccel jött az át. A nap, amikor minden megváltozott. Zoltán, Erzsike és a legnagyobb gyerek Reni búcsúzni jönnek. Búcsúzni a volt otthonuktól, az elmúlt boldogságtól, a volt életüktől. Ott szoktunk pecázni ezen a tón. Az tót, az, amit ott látunk a fák igen, között? Igen. Oda szoktunk járni, kikapcsolódni, legtöbbet ott. Visszatérünk még Kolontára, de most sietnünk kell. Végre hazajöhet a kórházból Dórika. A 3 éves kis csöpség, akinek a látásáért hetekig küzdöttek a Helyenpál kórházban, és akit végre úgy ölelhetnek magukhoz, hogy már nem kell elengedniük. El sem tudom képzelni, mit élhet át Zoli és Erzsike, amikor a két legmeghatározóbb érzés kell birokba a lelkükben. A szárnyaló öröm és a gúzsba kötő fájdalom. Úton az Ajkai kórház felé kérik, hogy álljunk meg egy pillanatra. Hogy lesz az, amit itt választott a család? És ugye a... Nem. Szerintem nővérem vagy a bátyám lehetett, nem tudom. Hát az igazság, hogy nem láttuk, úgyhogy... Azt nem mondtad a napot, ezt választották. Jó, most nem tudom, akkor maradjon ez, vagy amit ott esetleg... Maradjon. Részültet ezt, igen. Hogy ne menjen oda senki, hogy a közrészültet nyilvánítani, és akkor ilyen, hogy csendes jelzene szólhat előtte. Erre mutatok a matricát majd, jó? Juhászék másodszor élik meg azt, amit egy embernek egy életben egyszer elviselni is olykor lehetetlen. De muszáj élniük, muszáj túlélniük, hiszen valaki már nagyon várja őket. Ez meg a kórháznak. Kórháznak? Igen. És ez miért? Vagy mit, mi van benne? Játékok? A játékok a gyerekeknek. Hát ezt úgy kapták, nem? Úgy kaptuk, abból majd hát egy pár darabot kiválogattam az itteni gyerekeknek, azért legyen egy... Hogyan mondjam? Ilyen újdonság. A szülőkben bár tudják, hogy hamarosan vége, újra és újra felidéződnek a gyötrelmes napok. A napok, amikor a lelkükön túl a testük is sajgott. Amikor nem láthatták, csak hallhatták legkisebb gyermekük szívbe markoló sírását, amikor tehetetlenül várták, hogy múljon az idő. Dórika! Sír! Biztos furcsa lesz neki, hogy nem oda megyünk haza Kolontára. A kórházban mi nem mehetünk be, de hallhatjuk Erzsikét egy rádiós mikrofonon keresztül. Csak sejtjük, hogy ott lehetnek valahol, valamelyik ablak mögött. Dóri, baba! Dórika! Gyere, viszlek, ha... Ugye? Gyere, nyugi! Baba! Gyere itt az anya! Itt van anya! Szia, drágám! Gyere! Egyszer csak ők is észrevesznek bennünket, pedig a hatalmas plüskutyust meglepetésnek szántuk. Na most lehet látni a macit. Itt, ha kitetszik nézni, innen látszik, hogy integet a maci. Itt, ott látja? Kint a kerítésen. Igen. Aztán végre hazaindulnak. Erzsike búcsújában minden benne van. Megyünk haza, haza? Messze van hazától. Eközben Budapesttől nem messze adományt pakolnak egy autóba. Hihetetlenül sokan kerestek meg bennünket azzal, hogy segíteni szeretnének. Az, hogy ki, nem érdekes, mondják. Így nem is mutatunk mást, csak a munkálatokat. A juhász családnak a reményen kívül semmilyen nem maradt. Semmi, ami a tárgyi világban fontos lehet. De ezen túl lehet lépni, és muszáj is. A másik két gyereken kívül érte, a tündéri csöpségért. Kutyus! Szia! Hát szia, Dórika! Szia! Mennyire lát most ő jól? Nem tudom, az orvosok végül is azt mondták, hogy meggyógyult teljesen, csak a cseppekre van szükség azért, hogy ne száradjon ki a kis szeme. Akkor nem termelődik még elég könnyű? Szerintem biztos. Ez az egy hónap azért ez hosszú volt. Nekünk is, meg gondolom neki is. Idegesebb van a gyorsabb.
Drága szívem. És elindulunk, ha nem is haza, de egy új otthon, egy új élet felé. Milyen érzés van magában? Hazamennek? Hát nem haza, ez nem haza, hanem csak egy ilyen, hogyan mondjam, egy ilyen kényszer. Az ajkai házhoz, ahol kedd óta, amióta kijöhettek a kórházból, albérletben élnek juhászék, már megérkezett az adomány. Nem is sejtjük, hogy a legnehezebb dolog helyet találni neki. Tudod, hogy most hova jöttetek? Ki lakik itt ebben a házban? Ki lakik itt, tudod? Ki lakik itt? Apa, anya, Dórika, meg a tesók. Dórika aztán felfedezi új otthonát, még egy ölelés a nagybácsinak, aztán elmerül a játéktengerben. Berendezünk itt gyorsan nektek egy irodát. Közben megérkezik Kocsis Zoltán, és aki szintén bennünket keresett meg az első iszapkatasztrófáról szóló riport után. Barátom a Radnai Tamással együtt kitaláltuk azt, hogy van egy család, aki elvesztette a kisbabáját, a juhász család, és nekik felépítjük a házukat. Itt vagyunk mi is, illetve itt van az állam is. Nem kell most válaszolni, nézzétek meg azt, hogy pro-kontra melyik lenne nektek a jobb, és akkor mondjátok meg a válasz, hogy melyiket szeretnétek. Jó. Van egy nagy nappali, ami egy 25 négyzetméteres nappali, egy konyhával beépítve. Közben kiderül, hogy juhászéknak hitelük is volt a házon. A ház oda lett, a hitel maradt. Zoltánnak mentő ötlete támad. 6,5 volt így cakumpak, szacpóla együtt. 4,6 volt a szacpól nélkül. Értem, és ha az a döntés születik, hogy az állam építse fel, akkor pedig mi elvállaljuk a hitelnek a részét, és hogy úgy tudjatok oda költözni, hogy teremtésen tudjatok elkezdeni egy új életet. Átgondolják, megbeszélik, eldöntik és keresik egymást. Dórika pedig a játékok után megismerheti új szobáját. Mi ez a szoba? Oda néz. Ő, ez lesz a gyerek szoba? Igen. Nézd csak, ezt hoztuk meg neked. Mi az? Megnézed? Gyere, akkor csücsi velem. Gyere. Nézd, milyen édesen alszik. Zoli végre leülhet, nehéz még a mozgás, a lábai azóta is bekötve. Hát ez a második vagy harmadik kötözés után volt. Ez valahogy így nézett ki a lábam, a gyógyító iszaptó. És a férfi, aki a kórházban még olyan keménynek tűnt, magába roskad. Október 4-e óta vívja a saját csatáját. Hát ez begyógyul, másik az nem. Így tehetetlenül, szinte én is úgy érzem magam, hogy nem érzem magam egy embernek. Tehát csak úgy van. Be. Tartam kint az ajtó, mikor jött az egész. Most idén névnapomra kaptam egy órát, gyöngyújtott, toll volt benne. Láttam már csak a dobozba. Meg a toll, az megvan. Nem? Ez nem az. Nem hiszem, hogy az. De az az. De az az. Reni arcán félelem és döbbenet. Még nem látta a házukat a katasztrófa után. Még épségből láttam utoljára azt a házat. Tehetetlenségem mellett és saját magamat tudnám színni, hogy ez véget nem történt. Lehet nem tehet róla. Megpróbáltam megtenni azt, amit meg lehetett. Amit lehetett volna menteni, megpróbáltam azt menteni. Az ott az eresztnek a válpályán, az ereszt tartana, ott van még a vérem is, ami itt a kezem. Tényleg. Ami elvágtam. Igen. Hát érdemek a lenyomata is ott van, itt próbáltam felmászni. Annyi ereje azonban már nem volt az édesapának, hogy felhúzza magát, így visszament a házba az iszaptengerbe, és onnan ment fel a padlásra. Majd felhúzta Dórikát és Erzsikét is. Csak a legkisebbet, Angyalkát nem találta sehol. Maradt egyáltalán bármi? Semmi. Háznak a papírain kívül semmi. Egy fénykép sem a gyerekek? Semmi. Angyalkáról is úgy van képünk, hogy a húgomnak a telefonjába.
és akkor ő bevásoltatta. Ez a kedvenc, ez a két kép. Ennyi maradt meg nekünk. A juhász család házát azóta eldózerolták, mint oly sok házat itt Kolontáron, ami valaha itt állt, például a hátam mögött. Elsőkéig pedig kedden új otthonba költöztek. Igaz, nem végleges, nem az övéké, de mégiscsak együtt lehetnek végre. Angyalkát pedig pénteken eltemették. Így a juhász család minden tagja, ha nem is egyszerre, nem is egy helyre, de végre hazatért. A Naplóban Dorogi Gabriella riportját látták.